Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Péntek, az itt látható bal oldalon. Ő úgy érzi, hogy minden a feje tetejére állt, és elveszíti a talajt a lába alól. Vagy lehet, hogy te vagy ebben a helyzetben, és te is így érzed, hogy minden a feje tetejére állt. De ezt a kártyát meg lehet fordítani, és az azt jelenti, hogy valamit más szemmel kellene tekinteni. 180 fokot fordítani a helyzeten. Itt látható, hogy van kapcsolat köztetek. Ezek lehetnek lehetőségek is. Vagy ebbe az irányba, vagy abba az irányba tekinteni. De nem könnyű, hiszen be van kötve a szeme, vagy a tiéd, és nem látjátok azt, hogyan tovább. Ez azt jelenti, hogy van ez a belső feszültség, vagy bizonytalanság, hiszen úgy érzitek, hogy most minden a feje tetejére állt, de van megoldás, az itt látható, kell a belső nyugalom, a harmónia. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a kártyát, ezt a képet, hiszen ennek van egy mélyebb jelentése is. Az egyik lába az a vízben van, a másik a földön. A víz eleme jelenti az érzelmeket, vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, és a föld eleme, hiszen azt is megérinti a lábával, jelenti a reális dolgokat. Itt egy álom megvalósul. De ahhoz, hogy ez az álom megvalósuljon, kell a belső harmónia, kell a nyugalom. És hogyha nem hiszel ebben, mert nem látod, hogyan tovább, és bizonytalan vagy, akkor tényleg úgy érzed, hogy minden a feje tetejére állt. Persze az is lehet, hogy ő van ebben a helyzetben. Szombat az középen látható. Ez a kép jelent egy szűkös helyzetet, ahol nem érzed tulajdonképpen jól magadat. Ez lehet egy munkahelyi viszony, ez lehet a lakhelyed, vagy lehet egy még ott lévő párkapcsolat. Az a fontos ennél a kártyánál, hogy ki kell lépni ebből a szűkös helyzetből. A kártya jelenti a felszabadulás érzetét, de azt is, hogy nem vagy egyedül, hiszen ő segít neked áttenni magadat ezeken a dolgokon, kilépni ebből a helyzetből, és itt van hozzá az erő. Vagy ő ad erőt számodra, vagy ő van szűkös helyzetben, és te adsz erőt számára. Ez az erő jelenti a belső erőt is, a hitet, meg a bizalmat. És akkor itt látható az egész világ, az jelenteti a boldogságot, amikor az ember annyira boldog, hogy a legszívesebben átölelni az egész világot. Persze a világ kártyája jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat is, vagy szimbolizálja az időt, mégpedig egy évet, hiszen itt a sarokban látható a négy évszak, tavasz, nyár, ősz és tél, és a négy évszak az pontosan egy év. Az nem azt jelenti, hogy egy évig kell most arra várni, amíg kilépsz a szűkös helyzetből, hanem egy éven belül megvan újra az életerőd, le tudsz zárni bizonyos dolgokat, lesznek külföldi kapcsolatok, utazások.
Vasárnap az itt látható. Itt vannak lehetőségek, neki vagy neked döntenie kell, melyik irányba kellene tekinteni. Még kicsit vacilláltok, tegyem vagy ne tegyem, ez a helyes döntés, vagy a másik. Itt lehetnek anyagi dolgok, vagy egy munkahelyi szerződés, illetve munkahelyi ajánlatok. De cselekedni fogtok, hiszen ő kezébe veszi itt ezt a botot, és az jelenti a cselekvést, meg a tűz elemét, hogy valami majd lelkesíti őt. Itt lesz mozgás. A kezében ott van a glóbusz, az is jelenthet külföldi kapcsolatokat, meg utazásokat. És itt látható, hogy közeledik hozzád, mozgásba jön, lesz egy új irány, azon kívül a nap itt jelenti, hogy kiderül az igazság, vagy megbízhatsz benne, mert kimondja az igazságot, vagy a nap meg tud valamit világítani, hogy tisztázódnak bizonyos dolgok, vagy a nap megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, ami azt jelenti, hogy ő látni akar téged. Ha messzebben él, akkor látható, hogy itt lesz utazás, fontos döntések, találkozás. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy leírnád a véleményedet a kommentárba. Annak is örülnék, hogyha jelentkeznél a csatornámra, vagy meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!